Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Hol vannak a régi szép idők a gamingben? Amikor a játék csak egy egyszerű játék volt. Betoptad a floppy lemezedet, vagy a CD-det, vagy a DVD-det, felmásoltad azt a nyomvat játékot, beütötted a kódot, és boldog voltál, játszottál vele. Nem volt semmi köze politikához, nem volt semmi köze a rasszizmushoz, fajhoz, identitáshoz, social justice warriorokhoz, és semmihez, semmi gondod nem volt, játszottál egy játékkal, ami annyira kifejező volt, amennyire maguk a készítők akarták és szerették volna, és senki nem törődött vele. Nem voltak mikrotranszakciók, nem voltak lootboxok, nem volt semmi, és most eljutottunk ideig, hogy mind ezek benne vannak az egészben. De amire rá szeretnék itt fókuszálni, az megint csak a lootboxok és mikrotranszakciók, mert végre volt egy olyan ország Európában, ami betiltotta a lootboxokat. Belgium, hölgyeim és uraim, egy úttörő végre, aki észreveszi a gaminget és annak feltörekvő piacát és erejét, illetve befolyását a társadalmunkra. Úgyhogy Belgium úgy döntött, hogy betiltja a lootboxokat a játékokban, amelyek abban az országban megjelennek. És természetesen ez néhány játékot érintett, mint például a FIFA-t, a 2K-t, akkor Overwatch, Activision, hát bármi, ami ugye Valve-nek a játékai, szóval bármi, amiben lootboxokat árulnak Belgiumban jelenleg tilos, arra hivatkozva, hogy ez szerencse játék. Aztán természetesen a cégek próbáltak ezzel visszavágni, hogy nem szerencse játék, mert hogy mindig kapsz valamit a pénzedért. Ja, de amire megkapod azt, amit szeretnél, több százezer, több tízezer dollárt is, mert van erre példa, elkölthetsz, amire megkapod azt az itemet. De minden cég végül, ugye Activision, Valve, 2K Gaming, a nagyobb cégek, akik ekörül forognak, hogy is mondjam, együttműködtek a törvénnyel, és visszavonták ezt az opciót a belga gamerek előtt, hogy lootboxokat vásárolnak. Kivéve egyet, hát persze, hogy az EA. Electronic Arts, hölgyeim és uraim, fel fogja venni a harcot a lootboxokért a belga kormánnyal. De még ez se semmi, a 2K Gaming megkérte a fanjait, hogy a belga kormánynál menjenek oda, és mondják már meg nekik, mert hogy a lootboxok azok egy jó dolog. Tehát nem csodálom, hogy vissza akar vágni az EA a lootboxok iránt, mivel hogy a FIFA az nekik nagyon nagy fejős tehén. És nemrégiben kiderült, egy játékos kikérte, hogy mennyit költött a FIFA-ra, és kijött, hogy 16 000 dollárt költött a FIFA-ra már mikrotranszakciós lootboxok formájában. Elképesztő! Nagyon durva. 16 000 dollár! Öcsém, mit tudnék csinálni azzal a pénzzel? Na mindegy. Szóval miért lehet sorsdöntő a gaming számára ez a per? És állítólag, tehát hogyha az EA nem hajlandó együttműködni ezzel, ahogy az Activision tette, 2K Gaming tette, Valve tette, együttműködni ezzel a törvénnyel, akkor ez a képviselő, aki támogatja ezt a törvényt, addig hajlandó elmenni, hogy megváltoztatják a belga törvényeket olyan irányba, hogy a lootboxok teljes mértékben szerencsejátéknak számítsanak. Na igen, ez már valami, hogy végre valaki felismeri ott, és tök jó lenne, hogyha Európa többi országában is felismernék ezt, de például itt Angliában kinyilvánították, hogy nem szerencsejáték, pont arra hivatkozva, hogy mindig kapsz valamit, na mindegy. Szóval a belga kormány addig ment, hogy akár a belga törvényeket is megváltoztatják, hogy biztosra menjenek abban, hogy ez szerencsejátéknak van nyilvánítva. Na most az, aki nem tartja be ez irányú törvényeiket, akkor ha jól emlékszem, ha jól olvastam, egy 800 000 eurós bírságot, büntetést von maga után, továbbá ugye bírósági pert, hogyha továbbra sem akar együttműködni a törvénnyel. Na most
ha az EA-t nézzük, mint céget, akinek 20 ezer plusz alkalmazottja van, milliókat csinál, évente 800 ezer euró az apró pénz, szóval neki kifizetni egy ennyi büntetést, az semmiség. Szóval ez valószínűleg túlesnek, mert mivel hogy a belga kormány be is perelte a céget. A cég pedig az EA bíróságra is fog menni, hogy ő kiálljon a lootboxokért, és miért engedheti meg magának ezt a luxust az Electronic Arts, pedig még az Activision is egy olyan nagy cég, mint a Valve, tehát a Steam, ugye, azt mondta, hogy köszönöm, oké, betartjuk a törvényt, ez van, de egy olyan tetves cég, mint az EA, mégis neki ment. Amúgy ennek a cégnek, ugye az EA-nek, nem mint hogyha bármelyik nagyobb cégnek apró pénz lenne megvívni egy ilyen csatát, de egyszerűen hihetetlen, hogy a világon az egyik legrosszabb helyen álló cég, legrosszabb hírnévnek álló cég még fokoz erre az egészre, és ez nem vicc, tehát Amerikában az Electronic Arts meg lett szavazva a tavalyi év legrosszabb cégének, ahol dolgozni csak lehet. Egyszerűen elképesztő, és mind emellett ez a nagyon ragadozó természetű játékos, illetve vásárló ellenes politika, amit lefolytat egészen mondhatni, hogy nagyon régótról, mert a Star Wars Battlefront 2 az csak már a hab volt az egésznek a cseresznye a habon, vagy hogy szokták ezt mondani, tehát már az egésznek a csúcsa volt, és ott robbant ki ez az egész botrány, és ott volt egy-két ország, amik így realizálta, hogy a gaming túlságosan el viszi a súlykot ezzel a lootbox dologgal, és onnantól kezdve elindult ez az egész dolog. A Star Wars Battlefrontnak hála, hogy amekkora vizet kavart, eljutott olyan fülekbe, ahová el is kellett, hogy jusson. Úgyhogy két dolog történhet most. Ugye ez egyik az, hogy a belga kormány megnyeri a pert, a másik az, hogy az EA nyeri meg a pert, és ez a rosszabbik eset. Ha a belga kormány megnyeri a pert, akkor Belgiumban, sajnos csak Belgiumban be lesznek tiltva a lootboxok, és remélhetőleg, de csak remélni tudjuk, hogy a többi európai, vagy a felvilágosultabb európai országok is ezt követik, és ennek hatására a többi ország is fogja követni. Sajnálatos mondom, egy olyan társadalmi struktúrában élünk, ahol a birkaság a nyerő, mármint hogy egyes embereknek az az érdekük, hogy minél több birkát neveljenek, és azokat le lehessen vágni, fejni, és a többi. Ezért minden bizonnyal egyes országok, mint például Anglia is, inkább nem nyilvánítja lootboxoknak szerencsejátéknak a lootboxokat, mert hogy pénzt hoz a konyhára, című történet, ugye, és egy hatalmas felvásárlópiac Anglia a gaming számára, Belgium annyira nem, szóval meg tudom érteni, hogy ha elesnek egy-két milla bevételtől, adóbevételtől Belgiumban a gamingtől, valószínűleg hasra nem fognak esni, de egy olyan ország, mint Anglia, Franciaország, Németország és a többi, ott azért elég nagy számban mennek, és minden bizonnyal az országok jól keresnek ezen az üzleten, szóval kevés esély lesz rá, de reméljük, hogy legalább szabályozzák valami ilyen szinten. Ha az EA nyeri meg a pert, akkor az hatalmas baj lehet, mivel hogy olyan gusztustalan mértékig folyhat el a lootboxok és annak a ragadozó játékos, vásárló ellenes folyamata, hogy ameddig nem fogják szégyelni, és akkor természetesen ezt követni fogják a többi nagy cég is, amezen perre hivatkozva. Szóval remélhetőleg nem. Remélhetőleg egy új gazdasági modellt fognak kitalálni ezen nagyobb cégek, amelyek el tudják adni termékeiket, mert a lootboxok az nem a jövő, és az nagyon-nagyon-nagyon káros a gamer generációra, mint olyanra, és bár lehet, hogy nem kifejezetten szerencsejáték, mert szerencsejátékban nem mindig nyersz, de ha lehet, hogy kapsz egy itemet, egy lootboxban mindig kapsz egy itemet, de nem mindig nyersz vele. Szóval nem mindig fogod azt kapni, és csak költesz, és költesz. Egy függőség, egy addiktivitásra vesz
rá a játék. Igen, mondhatjátok, hogy opcionális, nem kell megvásárolni, és így ekkor mondjátok el nekem, hogy igen, én még sose vettem lootboxokat. Ja, persze, ki hiszi ezt el. Szóval, ja, így állunk. Az EA per, illetve a belga kormányvédés EA per, ha sor kerül rá, akkor hatalmas, döntő fontosságú lesz a gaming számára. Remélhetőleg a belga kormány meri meg. Mármint akkor is, tehát elméletileg ugye azt mondta a belga kormány meg képviselője, aki ezért harcol, hogy ha az IE nyerne ebben az esetben a perben, akkor a belga kormány addig megy, ugye, hogy hogy módosítsa a belga törvényeket ez irányban, és újra be fogja perelni az IE. Szóval elméletileg itt nincs esélye az IE-nek, de annyi biztos, hogy ennek a baszott nagy cégnek kurva sok pénzmennyisége van tartalékba, hogy egy ilyen pert évekig kihúzzanak, és fenntartsák, tehát megeshet, hogy még mindig többet nyernek lootboxokon, amit a Belgiumban eladnak, mint amennyit veszítenek a per költségein. És akkor úgy voltak vele, hát akkor harcoljuk, tartsuk fent még egy jó pár évig ezt az egészet, de még mindig több pénzt nyerünk azzal, hogyha harcolunk. Érdekes. Meglátjuk, mi lesz a végkimenetel. Hajrá, belga kormány, és remélhetőleg a többi európai ország is felvilágosult lesz ezen a téren, és beszüntetik ezt a szerencsejátékot, mondjuk úgy, amit lootboxoknak hívunk ezekbe a játékokba, srácok. Ha egyet értesz velem, dobj a lájkot. Nem szeretjük a lootboxokat, hashtag like. Ha nem értesz egyet velem, szereted a lootboxokat, akkor dislike, mert fúj, akkor én sem szeretlek téged. De köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy végignézted. Discord szervünk bárki számára elérható. Kommenteket, kérdéseket várom itt, videó alatt, Facebookon, ha tetszik. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!